Halálos közúti közlekedési baleset történt Erdőbényén. A Bethlen Gábor utcán közlekedett március 11-én 2 óra előtt egy 18 éves helyi lakos az általa vezetett Volkswagen típusú személygépjárművel. A sofőr nem az útvonal vezetésének megfelelően és nem a lakott területen megengedett sebességgel vezette járművét, majd elvesztve uralmát autója felett az úttesten átsodródva egy fának csapódva állt meg. A felvételeken jól látszódik, hogy az ütközés során a személygépjármű teteje teljesen megrogyott, így az utasnak semmi esélye nem volt a túlélésre. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a ma hajnalban Erdőbényén történt baleset során egy 18 éves férfi vezette a mögöttem látható Volkswagen Passatot, aki nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg gépjárműves sebességét, minek következtében az úttestről lesodródott és egy útmenti fának csapódva állt meg. A gépjárműben utasként utazó 19 éves tolcsvai fiatalember a helyszínen olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy belehalt sérüléseibe. A Szerencsi Rendőrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja a halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset körülményeit. A településen élő Fekete Albert éjszaka egy hatalmas csattanásra lett figyelmes, majd az utcára rohant, hogy megnézze, mi történt. Egy csattanást hallottam, ugye, meg utána kinéztem az ablakon, mondom, biztos valamit elütöttek, vagy valami. Utána kijöttem, eljöttem a hírig, hát csak oda szaladtam, mondom, megnézni az autót, hát sajnos sérültek voltak benne. Utána meg volt egy srác, aki jött a kenyeres kocsival, az meg rögtön hívta a mentőket. A helyszínre érve Fekete Albert észrevette, hogy az autóban 2 súlyos sérült volt, azonban már nem lehetett segíteni a 19 éves utason. Jobb oldali az szerintem halott volt, a másik srác az meg hanyat volt esve az ülésen, és ott lélegezett. Úgyhogy utána már itt voltak a mentősök, és akkor segítettek tűzoltóság. A sofőrt életveszélyes állapotban súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A baleset körülményeit a Szerencsi Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztálya vizsgálja.